Ma nagyfater bátyót fogjuk megrajzolni. Ehhez a körülöttünk levő mindennapi használati tárgyakat fogjuk segítségül hívni. Vegyünk egy jó vastag csavart, olyat, amilyen Frankenstein nyakából áll ki. A körvonala lesz a figura feje. Most vegyünk egy csokis kekszet. Na jó, ez esetben kettőt a szemeihez. Most ilyes lettem, szívesen megenném az egyiket. Rajzoljuk meg a két szemét a feje tetejére, úgy, hogy a vonalak középen összeérjenek. Még két pont a szembogaraknak, és két szemöldök a szemek fölé. Most már ébren van. Jó reggelt! Miből legyen az orra? Ó, tudom már! Vegyünk egy rögbilabdát. Kicsit olyan, mint egy tojás, ugye? Nos, tudom, hogy nem mindnyájan szoktatok rögbizni. Ugyanolyan alakúra rajzoljuk, mint a szemeit, úgyhogy a szemei és az orra kicsit átfedésben legyenek. Ezután kitöröljük a felesleges belső vonalakat. Leveled érkezett. Egy levél? Szerintetek mire tudjuk használni? Nos, ha eltávolítjuk a széleit, olyan, mint nagyfater bátyú bajusza, ami tökéletesen illik az orra alá. A bajusza azonban nem egyenes, ugye? Szóval képzeljük el ezt a vonalat fodrozódó felhőként, és rajzoljuk meg a végét az arca mellett lehúzva, mintha már is mosolyogna. Rajzoljuk be a fogát, és valóban mosolyog. Még egy kis vonal az állára, és kész az arca. Ezután töröljük ki a bajuszán átfutó vonalakat, ezekre nem lesz szükségünk. Most mi következik? Egy rakás bab. Varázsbabok? Van a közelben egy óriás? Nos, az egyik pont jó lesz a fülének. A másik megfordítva a másik fülének. A fülek felső vonalát a szemek felső vonalával egy színben fogjuk megrajzolni. De még nem vagyunk kész. Képzeljétek el, hogy kígyók tekergőznek benne. Egymásnak hátat fordítva. Most térjünk át a törzsére. Vajon nagyfater bátyú jó formában van? Amikor legutóbb láttam, nem úgy tűnt. Szóval valami nagy és kerekedett dolog kell a törzsének. Egy focilabda! Tökéletes lesz! A törzsét igyekszem olyan szélesre rajzolni, mint a hatalmas állát. A labda teteje közvetlenül az álla alá kerül. Húzzunk néhány zsinekszerű vonalat, hogy megrajzoljuk a karjait, egészen a törzse aljáig. Húzzuk meg a vonalakat. Majd rajzoljuk meg a kesztyű szárait, ezután a kezeit, amik úgy néznek ki, mint egy egyujjas gyapjú kesztyű. Ezután berajzoljuk az ujjakat. Áj, kitették a bójákat, meg kell állnunk! Csak vicceltem. Ezeket felhasználhatjuk a lábaihoz, de meg kell fordítanunk őket. Kettőre lesz szükségünk. A bóják teteje a hasa alá kerül. Méretük megegyezik a törzsével. Most berajzoljuk a segédvonalakat, először a törzsének, majd a lábának. Inni! Egy kicsit hullámosra kell rajzolnunk a vonalakat, hogy be tudja hajlítani a lábait. Egy-két zselés cukorka kell a lábfejeknek, és következhetnek az apró részletek. Az első vonalat a pocakja felső negyedéhez húzzuk vízszintesen. Két kicsi gomb, majd a nadrágtartó következik. Egy gallér és egy-két gomb az ingére. De ezzel még nem vagyunk készen, nem, még hiányzik egy szereplő, mert nem feledkezhetünk el hasitasiról, ugye? Egy számítógépes egér pont jó lesz. Rajzoljuk meg innen nézve a hasa bal oldalára, majd jöhetnek a pántok és a cipzár. Most folytassuk a lábaival. Néhány vonal a nadrág szárához és az okniához, és hogy be tudja hajlítani őket, megrajzoljuk a térdeit. Radírozzuk ki a felesleges vonalakat, és íme nagyfater bátyú kalandra készen! Várjunk csak! Azt hiszem, elfelejtettem valamit. Nem árt valami felemelő, hogy nagyfater bátyú is felpörögjön. A rakéta fejét felhasználhatjuk a kalapjához. Úgy néz ki, mintha egy óriási pup lenne a fején. Ne feledkezzünk meg a helikopter propellerről sem. Igen, most már tényleg készen vagyunk.